A himnusz hangjaival vette kezdetét a Békés megyei önkormányzat pénteki ülése Mezőkovácsházán. A napirendek elfogadása és a köszöntők után a Mezőkovácsházi Duma Színház ünnepi műsora adta meg az esemény méltó hangulatát. Zalai Mihály ünnepi gondolataiban kiemelte, Békésvár megye kívül esett a szabadságharc hadműveleti területein, azonban sokan vettek részt a komáromi és az aradi vár védelmében, több tucatnyian haltak hősi halált Vasvári Pállal együtt a Bihari hegyekben a román felkelőkkel vívott csatában. A harcokban résztvevők véráldozatán túl jelentős anyagi terhet rótt Békésvár megyére a honvédség és a nemzetőrség élelmezése is. 1849 tavaszán és nyarán az itt állomásozó katonaság ellátása a települések teljes gabona és takarmánykészletét felemésztette. A szállítmányozási kötelezettség is jelentős terhet rótt a lóval, szekérrel rendelkező lakosokra. Ennek ellenére a hátországban rendben teljesítették kötelezettségeiket a falvak és városok, sőt az időről időre meghirdetett újabb úgynevezett népfelkelések során mindig kiállították a szükséges katonai létszámot, és az önkéntes felajánlások is rendszeresek voltak a civil lakosság részéről, a sebesült katonák és az özvegyek megsegítésére. Ezeken kívül a forradalom és szabadságharc több fontos eseménye is kapcsolódik Békés megyéhez. Mezőberényből indult bentáborába Petőfi Sándor, s itt írta utolsó versét is. Gyulán a kastély és a vár közötti síkon tette le a fegyvert az aradi 13-ak közül 9 tábornak. Szomorú tárgyi emléke ennek az eseménynek Knézics Károly törött tengelyű kardja, a tábornok ugyanis egy szekérkerekébe akasztva eltörte fegyverét, és így használhatatlan állapotban adta át az őt elfogó cári tisztnek. Van egy kevéssé ismert, titokzatos és romantikus története is 48-49-nek, amely orosházához kötődik. A világosi fegyverletétel után hónapokig itt bújdosott Kossuth felesége gyermekeivel, majd innen követte férjét egy ködös hajnalon Törökországban. Az ünnepségen idén is 4 a megye életében meghatározó tevékenységet végző személy részesült kitüntetésben. Elnöki elismerést vehetett át Ancsin Károly nyugalmazott megyei mentőtiszt, Auer György rendőr alezredes, Sarkad rendőrkapitánya, Csepregi András a Békés megyei pedagógiai szakszolgálat vezetője, és Gombkötő Zoltán tűzoltó őrnagy, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársa. Az elismerések átadása után a megyei közgyűlés elnöke együttműködési megállapodást írt alá 2 megyei alapítvánnyal, az ünnepi közgyűlés a szózat hangjaival fejeződött be.